Áron több mint 10 éve kriptográfiával foglalkozik, ennek is a legeslegmélyére ásott le, foglalkozik a kriptográfiának a különféle szabványaival, a különféle protokollaival, azokkal a kártyákkal, amelyek ma használatosak, és azt fogja nektek megmutatni ebbe az előadásába, hogy ezeket a PKI eszközöket hogy lehet alternatív módon felhasználni. Fogadjátok szeretettel Áront. No, hát tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm szépen a felkonferálást, engem Szabó Áronnak hívnak, hogy elhangzott. Hát a következő 40 percben kriptográfiához kapcsolódó témákról, érdekességekről szeretnék beszélni, amelyeket Senák Péterrel és Nagy Andrással az elmúlt néhány hónapban feltártunk közös erővel. Nos, hát miről is lesz szó akkor, gyors áttekintés. Egy rövid bevezetés után megnéznénk, hogy milyen védelmi mechanizmusai vannak a Windows tanúsítványtárnak. Utána megnéznénk, hogy a különböző kriptográfiai hardware eszközök, tehát jellemzően chipkártyák esetében ezek a jelszavas védelmek pontosan mennyit érnek. Illetve az előadás harmadik fele az arról szólna, hogy belenézünk itt alacsonyabb szinten a kommunikációs csatornákba. Nos, mi adja a témának az aktualitását? Hát nem tudom, hogy elektronikus aláírással ki mennyire van tisztában. Alapvetően, hogy ez már mint jogi fogalom, ugye hát Magyarországon 2001 óta él. Ugye annak is az alapja egy 99-es EU direktíva volt. Viszont aztán kevesebben tudjátok, hogy itt az elmúlt időszakban részben itt az elközigazgatási dolgokat is tartalmazó új kettes törvények változása miatt is, illetve a EU-s nyomásra is, új fogalmak kerültek bevezetésre, és próbálják forszírozni azt, hogy a különböző kriptográfiai kulcsokat ilyen szoftveres tokenekként, tehát kvázi ilyen PKCS12 fájlokként, tehát ilyen PFX vagy P12 kiterjesztésű fájlokként is lehessen használni. Hát ennek a háttérében nyilván az áll, hogy minél könnyebben lehessen használni akár desktop alkalmazásoknál is ezeket a kriptográfiai megoldásokat. Másrészt nyilván az is mögötte van, hogy terjednek az okos telefonok, és ott is jóval egyszerűbbé teszi az ilyen alkalmazások terjedését, hogyha csak egy-egy ilyen fájlt kell mondjuk importálni. Most ez az egyik hajtóerő. A másik, ami aktuálisan teszi az előadást, hogy dübörög a Nemzeti Egységes Kártyarendszer projekt, amelyről hát csak néha-néha lehet infókat hallani. Ugye áprilisban például láttuk, hogy a diákigazolványokhoz kapcsolatban volt egy bemutató. Amennyire tudjuk azóta, hogy csinálják a personalizációkat, tehát már kb. 100 000-nél tart ezeknek a kártyáknak a száma. Hát itt az ábrán lehet is látni, hogy mi a fegyver arzenálunk, tehát nyilván ezeket az ilyen egy kontaktless kártyákat, amikre egyébként már a PayPass előadásban Balázs beszélt, tehát ezeket mi is vizsgáljuk. Viszont a lényeg az, hogy ezek között vannak olyan, vagy lesznek olyan kártyák is, amelyek aszimmetrikus kriptográfiát, tehát PKI-t fognak használni, vagy tudnak majd használni. És hát az előadás ez most azokról is szólni fog. Jó, hát chipkártyákat, illetve most ez az egész történetet valahogy helyezzük el az univerzumban. Hát autentikus forrásból, én most a Microsofttól töltöttem le egy ilyen jó kis architektúra ábrát. Tételezzük, hogy mondjuk van nekünk egy ilyen elektronikus aláírás létrehozó alkalmazásunk, ami például ugye szokott általában használni chipkártyákat. Nos, hát így a rétegek szempontjából ugye ez van a legtetén, tehát itt ezen a mondjuk a GUI felületén ennek az alkalmazásnak megnyomunk egy gombot, mint aláírás létrehozása. Ezután a kiválasztott paraméterek, tehát az, hogy mit akarunk aláírni, az, hogy milyen tanúsítványt jelöltünk meg, amihez tartozó kulcsokat majd használni akarunk. Tehát ezek a paraméterek átadásra kerülnek egy magas szintű API-nak. Ez lehet akár az MS Crypto API, vagy a Microsoft-nál a Next Generation-ös Crypto API, a CNG, vagy akár egy PKCS11-es interfész is. Most ezen a szinten dől el, illetve itt találja ki maga a rendszer, hogy az átadott tanúsítvány, ugye ami tartalmaz a nyilvános kulcsot, nos, az ehhez tartozó titkos kulcs, az pontosan milyen kulcstároló rekeszben található. Most ezeket a kulcstároló rekeszeket CSP, illetve későbbiekben ez majd KSP lesz, tehát a lényeg az, hogy ebben a CSP rétegben lehet megtalálni. Ezek
gyakorlatilag a kártyák esetében ez maga a kártya driver. Tehát a kártya driverrel feltelepül egy ilyen kártyához kapcsolódó CSP réteg is. Tehát, és ez a CSP réteg az, amelyik, ugye már mondom, kártyafüggő, tehát ő tudja, hogy a megkapott paraméterek alapján, ugye egyrészt milyen utasításokat kell neki legyártania, másrészt, hogy nyilván ő maga saját maga a kártyát, amit kezel, azt ismeri, tehát azt is tudja, hogy milyen, pontosan milyen struktúrában kell ezt az adathalmazt összerakni byte szinten, hogy aztán azt a kártya felé tovább tudja küldeni. Most ezek a byte szintű utasítások, ezek az APD-nek nevezett valamik, ezekről már szintén Balázs beszélt a PayPass-os előadásban. Most ezeknek a kerete az valóban teljesen szabályos, tehát az ISO 7816 leírja ezeket a kereteket, de hogy ezen belül maga a data field az pontosan hogy áll össze, na az meg kártya specifikus lehet. Éppen ezért van, hogy ahány kártyánk van mondjuk a géphez csatlakoztatva, nos elképzelhető, hogy annyi különböző drivert, annyi különböző CSP-t kell nekünk felrakni a gépre. Viszont ha már CSP, azt is mindenképpen meg kell jegyeznem, hogyha nem kártyáról van szó, hanem Windows tanúsítványtárról, nyilván ahhoz is kapcsolatban megvannak a különböző CSP-k, magának a Windows tanúsítványtárnak is több ilyen CSP változata van, például attól is függ, hogy milyen kriptoalgoritmusoknak a végrehajtására képes, vagy kriptoműveletek végrehajtására képes. Nos, ha tovább megyünk itt a szintekben lejjebb, ezekre azért majd lesz a későbbiekben szó, akkor látunk egy ilyen Minskart DLL-nek nevezett csodát. Ez például az a réteg, amelyik eldönt, hogy most a helyi géphez kötött kártyát, vagy esetleg remote géphez kötött kártyát kell valamilyen módon megszólítani, és ezt a Smart Card Service exén keresztül intézi. Jó, hát akkor vágjunk is bele. Az első témakörünk tehát az, hogy megvizsgáljuk ezt a Windows tanúsítványtárat, és próbáljunk meg mondjuk egy ilyen meghackelt Windows szerverről, tanúsítványtárból valahogy kinyerni titkos kulcsokat. Ugye ez elvileg nem triviális. Egyébként alapvetően az egész előadás az most a Windows-os környezetben fog mozogni. Nos, hát egyébként nem tudom, tehát ilyen Windows tanúsítványtárnak a kezelésével, vagy legalábbis tanúsítványimporttal szerintem a legtöbben már találkozhatok, hiszen akár fejlesztőként ültök itt, akár üzemeltetőként. Tehát ugye fejlesztőként például manapság ugye akár mobil alkalmazásokról van szó, mindenképpen CodeSigner tanúsítványokat ugye valahogy használni kell, különben nem tudnak föltelepülni ezek az alkalmazásaink. De akár vagy desktopos alkalmazások esetében, ha valamit fejlesztünk, ugye a Windows Vista óta, ugye az egész ilyen védelmechanizmus a Windowsnál át lett írva, tehát gyakorlatilag minden fejlesztőnek muszáj rendes, trusted root alá tartozó CodeSigner tanúsítványokat igényelnie, különben azzal fog szembesülni, hogy meg mindig csörögnek a telefonok, mert a supporton majd keresni fogják az illetékeseket, a felhasználók, hogy egyszerűen nem települnek az alkalmazások. Tehát egyszerűen ahhoz, hogy mondjuk egy korlátozottabb adminisztrátor jogosultság mellett, tehát mondjuk UAC megemelt szintje mellett is tudjanak települni az alkalmazások, bizony trusted root alá tartozó CodeSigner tanúsítványokkal kell ellátni a különböző telepítőinket, MSI fájlokat, DLL fájlokat, exe-inket. Ez mondom, ez Windows Vista óta van. Hát a másik, megmondom, üzemeltetők meg alapvetően akkor találkozhattak ilyen tanúsítványimporttal, amikor valamilyen SSL-es szervert kellett például belőni. Tehát ugye most itt akkor nem Apache, mondjuk egy IS-ről van szó, ott is akkor next-next finish-sel szépen végig kell menni ezen a tanúsítvány importálós történetem. Na most, itt a tanúsítvány importálás kapcsán, tehát a next-next finish-es importálás kapcsán, nem tudom kinek mennyire tűnt föl, van két érdekes beállítás, és itt most erről lesz szó elsősorban. Az egyik az arról szól, hogy lehessen majd exportálni ezeket a titkos kulcsokat a gépről. Most ez alapértelmezetten ki van kapcsolva, ez így jól is van. Tehát mindenki azt szeretné, hogy ha már egyszer telepítette oda, akkor legyen védett környezetben, ne lehessen exportálni titkos kulcsokat arról a szerverről. A másik az arról szól, hogy bekapcsoljon-e egy erős védelmet, egy ilyen strong protection legyen-e beállítva a kulcshoz kapcsolódóan. Ennél különböző szinteket meg lehet adni, és a lényeg az, hogy ez elvileg minden egyes kulcshoz való hozzáféréskor kierőszakolja, hogy valamilyen jelszó meg legyen adva, még mert hozzáférne bárki is a titkos kulcshoz. Na most, hát nézzük meg, hogy ez valóban ez hogy működik most. Itt van egy, direkt a Microsoft oldaláról szedtem egy idézetet, hogy ő maga mit állít arról, hogy ha valaki egy cert open store, tehát egy tanúsítványtárat valaki megnyit, akkor mi történik a háttérben? Most itt vannak mindenféle ábrák is. A lényeg az, hogy ha van egy alkalmazáson, megnyitom a tanúsítványtárat,
akkor, akkor egy saját memória területre átkerülnek a tanúsítványok listái, illetve ezen tanúsítványokhoz kapcsolódó property. A titkos kulcsok nem, de azt majd mindjárt kinyerjük. Na most ezen property között viszont ott van ez a bizonyos Crypt Exportable Flag, ami, hát itt az előbb emlegettem, tehát ez a, pontosan azt mondja meg, hogy most ez a titkos kulcs az legyen-e exportálható utólag, vagy sem. És hát nem is, nem elég az, hogy ott van, de ugye hát nyilván a saját memóriatartományban ezt tudjuk állítgatni, felül tudjuk írni, és hát a még rosszabb, hogy az érvényre is tud jutni. Úgyhogy innentől kezdve, hát nézzük meg, ja igen, hát most magával a témával egyébként nem mi foglalkoztunk először, tehát például a tavalyi Black Hat-en Jason Geffner tartott egy nagyon jó előadást a témában, egy kódot is publikált. Na most ahhoz képest mi írtunk egy másikat, ez annyiból mindenképp, tehát mindenképpen jobb, ugyanis egyrészt mi az Encrypt-del helyett, tehát az újabb operációs rendszerekhez kapcsolódó függvények helyett mi a Crypt 32-t használtuk, és ezáltal a régebbi operációs rendszerek is, tehát mondjuk egy régebbi sérült, sérülékeny 2003-as Windows szerveren is ezt a kódot könnyen lehet futtatni. De nem is ez az igazi újdonság, hanem az újdonság, hogy mi képesek vagyunk ez az alkalmazással a Strong Protection-nel, tehát a jelszavas védelemmel ellátott titkos kulcsokat is exportálni a Windows tanúsítványtárból. Hát ezt hogy tudjuk megtenni? Tehát, ahogy említettem, tehát az maga az alkalmazás úgy működik, hogy hát igen, megnyitjuk a tanúsítványtárat, enumeráljuk a tanúsítványokat, hogy egyébként már megvan a memóriában a leképezés. Beállítunk ilyen silent flageknek nevezett valamiket. Attól függ, hogy most CSP vagy KSP. A lényeg az, hogy ezek a silent flagek beállítottuk, és pontosan arról szólnak, hogy jelzik a rendszer felé, hogy itt bizony semmiféle módon ne kérjen a felhasználótól PIN-kódokat vagy jelszavakat ahhoz, hogy a titkos kulcsot valaki használni tudja, például digitális aláírás létrehozására. Na most, hát ez nem tudom kinek meglepő, mondjuk mi mindenképpen meglepődtünk, ugyanis hát amíg ezt a témát nem dolgoztuk fel, addig mi is azt hittük, hogy ez a Strong Protection, ez valami olyasmit csinált a háttérben, hogy valóban ilyenkor a titkos kulcs az rejtjelezve került tárolásra a Windows tanúsítványtárban. Vagy legalábbis úgy került tárolásra, a lényeg az, hogy ne lehessen csak úgy kinyerni. Most ezzel igazából megdőlt ez az elmélet. Tehát egy silent flag beállításával ez az egész jelszó bekérős történet, ez megkerülhető. Nos, ha ez a silent flag tehát be lett állítva, akkor egy CryptGet user key-vel, illetve aztán a Crypt Exportable flagek átírásával a memóriában gyakorlatilag ki lehet nyerni, ki lehet menteni egy teljesen szabványos, hagyományos PFX vagy P12 állományba ezeket az általunk kiválasztott tanúsítványokat és titkos kulcsokat. Igen, most ezt mindjárt bemutatom, de hát először egy pár szóról, hogy ilyenkor mit lehet javasolni a például mondjuk egy IT biztonsági vezetőnek egy adott cégnél. Hát az egyik az, hogy dőljünk hátra és várjuk meg, hogy a Microsoft majd valamit javít a Windows rendszereken. Például az, hogy minket ez a Crypt Exportable Flag, ez mondjuk ne kerüljön exportálásra, vagy legalábbis ne lehessen felülni, vagy ne jusson érvényre. De ha nem akarunk csak úgy várni, akkor ugye azt is mondhatja ilyenkor az IT biztonsági vezető, hogy akkor inkább használjunk hardware eszközöket kulcstárolásra, és felejtsük el a Windows tanúsítványtárat. Egyébként lehet, hogy ez a legjobb megoldás. Hát vagy pedig, ha mégis akarjuk használni a Windows tanúsítványtárat, mert mondom, tehát itt vannak ilyen irányok, meg érdekek, hogy egyébként jó lenne, hát akkor sem magában a tanúsítványtárban, tehát nem a Windows-os tanúsítványtárban tároljuk ezeket a szoftveres tokeneket, a szoftveres kulcsokat, tehát a fájlos kulcsokat, hanem használjuk akkor, vagy maradjunk akkor a PKCS12-es, vagy PFX-es, P12-es formátumnál, mert ott legalább tudjuk, hogy a titkos kulcsok biztosan rejtjelezve vannak tárolva. No, hát egy gyors demo, csak hogy is működik ez a kis alkalmazás. No. Tehát látjuk, hogy itt van egy tanúsítványtárba importált tanúsítvány, ott van hozzá a titkos kulcs. Most itt az ábrán igazából nem látszik, itt próbáljuk exportálni, persze ez nem fog menni. Most az ábrán nem látszik, de hát ugye ez akár lehet Strong Protection-nel védett, akár anélküli, mert itt az alkalmazás szempontjából ez mindegy. Nos, hát és akkor indítjuk el a mi kis Private Key Exporter alkalmazásunkat. Egyből lefutott minden, átírtuk az Exportable Flag-et, a Silent Mode-ot, kiválasztottuk, hogy hova akarjuk lementeni, egy jelszót beállítottunk hozzá azért,
és hát ezt kiraktuk akkor a fájlrendszerbe. Na most itt létrejött egyrészt a PFX állomány, másrészt annak érdek, hogy bizonyítsam, hogy itt tényleg megtörtént a titkos kulcs exportja is, a maga titkos kulcs így külön, mint AS4-es objektum itt megtekinthető. És hát itt látszik is, hogy az összes paraméter, amit a szabvány ír hozzá, az itt meg is található. Tehát nem csak a publikus részek, hanem az összes titkos rész is benne van. No. Ja, igen. És hát, hogy bizonyítsuk, hogy maga a PFX is importálható, tehát jól exportáltuk az adatokat, hát importáljuk vissza a tanúsítványtárba. Ugye megadjuk ezt a jelszót, amit exportálásnál használtunk, és hát látjuk, hogy ez mind be is került ide a tanúsítványtárba. Ha rákattintunk, akkor azt is látjuk, hogy maga a Windows az látja ott a hozzátartozó titkos kulcsot. No, hát ilyen egyszerű akkor egy ilyen titkos kulcs exportálás a Windows tanúsítványtárból. Egy pillanat. Jó, menjünk akkor tovább. Nézzük meg, hogy mit érnek a hardware eszközöknél, ezeknek a chipkártyáknál mondjuk, az ilyen jelszavas védelmek. Hogy lehet velük játszadozni? Hát ha valaki olvasgatja mondjuk a Microsoftos oldalakat, megint csak onnan vettem a leírásokat, hogy autentikusak maradjunk, már ott is van szó arról, hogy valamiféle ilyen PIN code cache téma az így működik a Microsoftos CSP-knél. Ja, tehát egyébként mi magunk is tapasztaltuk, hogy ha valamilyen chipkártyát mondjuk bedugunk a kártyaolvasóba, meghívunk egy aláírás létrehozást, és amíg azt a kártyát nem húzom ki, tehát amíg a session él, addig valóban a PIN code újbeli megadása nélkül én még tudok mindenféle aláírás létrehozási műveletet végrehajtani. Tehát valamilyen ilyen cache-elés tényleg van, de ez egy session típusú cache-elés. Most amiről, amit mi nézegettünk, az inkább arról szólna, hogy tud-e mondjuk az alkalmazás, tehát mondjuk ez alkalmazás szinten, ez a cache-elés, vagy alkalmazás szinten mondjuk egy ilyen jelszó letárolás, az megvalósítható-e. Nos, hát röviden válasz az, hogy igen. Tehát ha valaki látta a CryptAppban a CryptSetProfParam nevű függvényt, akkor annak aztán feltűnt, hogy ott van néhány olyan bemenő paramétere, amelyek kifejezetten ezeknek a PIN kódoknak az átadására szolgál. És többféleképpen is át lehet adni, illetve attól függ, hogy most melyikre kezdve vannak a titkos kulcsok, hogy most az Exchange vagy a Signature-rekhez vannak, de lényeg az, hogy mindegyik rekeszhez számára át tudja adni ezeket a PIN kódokat. Most ez hogy néz ki az alkalmazásunknál? Tehát most ugye kiválaszthatunk egy tanúsítványt, hozzátartozó titkos kulcsot, tudjuk, hogy melyik CSP-be van, megyünk szépen tovább, és a lényeg az, hogy elérkezünk egy ilyen CryptSetProfParam híváshoz, ahol tehát be kell nekünk állítani, meg kell nekünk adni ezeket a PIN kódokat, jelszavakat. Tehát mondjuk egy ilyen valós rendszernél elképzelhető, hogy mondjuk ez egy konfigurációs állományban letárolt jelszó, onnan fel kell olvasni, és ezt beállítja ő a háttérben. Tehát maga az alkalmazás beállítja a háttérben, és igazából a felhasználó számára semmilyen ablakot nem kell feldobni a rendszernek, hiszen ezek mind átadásra kerülnek. Ugye ezután szépen megyünk tovább, a hash rendőadat megvan, hash elkészül, és hát ugye hash-t ugye kódolni kell a titkos kulccsal, és hát mondom, mi már beletállítva a PIN kód maga, és átadásra került, mondom, a kártya már nem fog semmilyen jelszóbekérő ablakot feldobni a felhasználó számára. Tehát ez nem tudom, mennyire hangzik ijesztően, hát mi is gondolkodtunk azon, hogy most ez most jó-e vagy sem, mert csak azért is már maga a téma az nálunk is úgy jött elő, hogy egy valós piaci igényt kellett kielégíteni, tehát ha van mondjuk valakinek egy ilyen dokumentum kezelő, ahol valóban használnak elektronikus aláírást, hogy ilyen folyamatokat tudjanak támogatni, hát ott azért elvárás az is, hogy gyorsabb legyen, mint mondjuk egy papír alapú. Márpedig, hogyha azt kell elmagyarázni a ottani főnöknek, hogyha neki mondjuk naponta 100 ilyen dokumentumot alá kell írni, és mindegyiknek külön meg kell adni a PIN kódot, meg egy jelszót, akkor nem biztos, hogy ez az állítás igaz lesz, hogy gyorsabbá válik a folyamat. Éppen ezért, hát, hogy mégis megfelelő mindenféle jogszabályi követelménynek, az ezt úgy valósítottuk meg, hogy tehát első körben minden egyes dokumentumot valamilyen módon láttam, az megnéz, jóvá hagy, és utána kvázi mondom egy ilyen jelszó, vagy egy ilyen konfigba, vagy valamilyen felületen megadva a jelszót egyszer, miután le tudjuk darálni az összes ilyen jóvá hagyott állományt, és tudunk rájuk egyesével külön-külön aláírásokat létrehozni, ismétlem úgy, hogy nem kell tényleg 100-szor megadnia a felhasználónak ezt a PIN kódot. És mondom ezt úgy is, hogy akár ki is húzhatja a kártyát, és bedughatja újra, tehát nem session típusú cache-elésről van szó, hanem egy alkalmazás szintű cache-elésről.
Jó, hát tehát mondom, lehet ezt így használni, viszont arra valóban figyelni kell valahogy, megint csak egy IT-biztonságvesztőnek azért meg kéne tudni győződni arról, hogy ha mondjuk vesz egy ilyen szoftvert, akkor és megadja ezekben a jelszavakat a kártyákhoz, akkor azért azt a jelszót másra tényleg ne használja fel a háttérben a rendszer. Hát ilyenkor mit tud tenni, főleg ha itt most a kritikus infrastruktúrákra, elközigazgatási rendszerekre gondolunk, elképzelhető, hogy nem marad más megoldása, hogy tényleg egy ilyet el kell küldeni valamilyen független auditori bevizsgálásra, ahol akár forráskód szinten is meg tudják nézni, hogy mi annak a jelszónak az életútja, amit egyszer a user megad az interfészem. Tehát, hogy valóban ne kerüljön új tárolásra, vagy ha letárolásra kerül, akkor is védetten legyen tárolva, és ne is kerüljön felhasználásra más olyan célokból, amelyeket maga a felhasználó nem szándékozott megtenni. Úgyhogy itt igazából az auditoroknak, illetve az auditálásnak lesz majd valószínűleg fontos szerepe. Jó, hát menjünk akkor tovább az alsó rétegekbe. Alapvetően a CSP, illetve a kártya közötti rétegekbe. És hát mondjuk, ha már itt vagyunk a CSP-n, akkor gyorsan még egy érdekességet hadd mondjak el. Szintén a saját tapasztalat a cégnél. Nem tudom ki az, aki ilyen CSP fejlesztéssel foglalkozott. Nekünk úgy adott, hogy kellett egy ilyen mobilos kriptográfia alkalmazást írni, és hát ennek kapcsán annak idején kommunikáltunk ugye a Microsofttal, mert hogy ilyenkor az az eljárás, hogy a CSP-nek a részeit, tehát ez nem két DLL-t jelentett, ezeket el kellett küldeni a Microsoft számára, egyrészt code review-ra, tehát ezt a Microsoft valamilyen módon auditálta, másrészt ezekre rátett egy speciális digitális aláírás. Tehát most túl az, hogy vannak ilyen kódszájnál aláírások a DLL-eken, egy külön CSP-típusú digitális aláírást is rá kell, hogy tegyen a Microsoft ezekre. Na most hát ezen mindenkinek át kell esnie, tehát most itt bármilyen ilyen kártyagyártót itt fel lehetne sorolni, hoztam is néhány példát, tehát egy ilyen audit során, ahol most még a Microsoftos auditon túlmenően is, tehát egy ilyen audit során sok mindent néznek egy ilyen kártyánál, akár forráskód szinten is ezeket meg szokták vizsgálni, ez akár egy évig is eltartott egy ilyen procedúra, és hát nem kis költséget jelent ez egy cég számára, szóval kétszer is meggondolják, hogy most egy adott kártya az most jó-e vagy sem, és piacra akarják-e dobni vagy sem. Csak egy gyors megjegyzés, hogy ha már valaki ilyen auditálásokból gondolkodik, akkor tudják, hogy például a Common Criteria módszertan esetén az EAL 4 szint az, ami már forráskód szintű auditot is jelent. Tehát ha most itt például a példában egy EAL 5-ös van, akkor az azt jelenti, hogy igen, ott már forráskódot is néztek. No, hát a kártya kapcsán ez igaz. Most kérdés az, hogy magában a CSP-ben pontosan mit néztek, illetve a működését hogy tesztelték. Igen, tehát azt említettem, hogy maga ez a CSP, tehát akkor a Microsoft által aláírásra kerül, illetve egy ilyen felülvizsgálatra kerül. És hát van is egy ilyen külön túl, ezt lehet tölteni a Microsoft oldalára, ez a CSP Sign Exe. Most ez vagy valamilyen módon beágyazva belerakja ezeket az aláírás értékeket a DLL állományokba, vagy pedig egy külön ilyen szík kiterjesztésű fájlt rak melléjük. Most mi az utóbbit kaptuk vissza a Microsofttól, és hát ezután az volt a dolgunk, hogyha akarjuk használni a CSP-t magát, akkor hát a registry-be be kellett állítani a központi, tehát a fő DLL-t. Na most azt mi is láttuk, hogy ha ez a központi DLL ez valami miatt sérült, akkor az valóban azt nem tudja használni a Microsoft, a Windows. Tehát úgy tűnik, hogy ezen az elsődleges DLL, ami a registry-be is benne van, ezen az aláírás, amit a Microsoft rárakott, ez valóban ellenőrzésre kerül. Hát igen ám, de ez a DLL, ami nálunk volt, ez importált egy másik DLL-t, mint említettem, két részből állt az egész CSP. És ott azt tettük észre, hogy viszont az importált DLL-be valami módosítást raktunk, akkor ugye az már sérült az egész aláírás réteg rajta, legalábbis a CSP-s aláírás réteg ugye sérült rajta. Nos, ettől függetlenül az egész CSP-t tudta használni a Windows. Nos, ez azért érdekes, mert innentől kezdve akármit rakhattunk volna egy ilyen nevű DLL-be, akár azt is, hogy nem tudom, tehát bármit, tényleg bármit, és ennek el lefutott volna, és nem kiabált volna a Windows. Na hát ezen is meglepődtünk. És hát most ez kérdés is, hogy ilyenkor ezzel ellen hogy lehet mondjuk védekezni. Tehát megint csak tanácsok ugye az IT-biztonsági vezetők felé.
Hát megint az, hogy vagy várunk a Microsoftra, hogy valamilyen módon azért ezeket a hibákat javítja, és ha már egyáltalán elvárja azt, hogy a CSP-nek az összes részét beküldjük auditra és aláírásra, akkor valóban a használás során is az összes ilyen modult valóban ellenőrizze is. De hát most kérdés, hogy ezt javítja majd a Microsoft a jövőben. A másik, amit esetleg tenni lehet, hogy akik ilyen-olyan-amolyan CSP-ket használnak, hát valahogy mondjuk a gyártóval tárgyal, meg elkérik tőlük a pontos listát, tehát a pontos állományoknak a listáját, lenyomatokkal mindennel együtt, és esetleg saját maguk csinálnak valamilyen kis ellenőrző túlokat, amelyek például az ő rendszerükben berántott, tehát használt DLL-eknek a lenyomatait vagy valós időben ott ellenőrzi. Máskülön tényleg elképzelhető az, hogy valaki más ártó szándékkal egy valamelyik DLL-t lecseréli, és valami teljesen más működés fog kijönni. Igen, hát egyébként maga ahhoz kapcsolatban, hogy most a Windows maga vajon fogja bármit is javítani, tehát a Microsoft, az azért is kérdéses, mert ha itt valaki megnézi, hogy a jövőben ezek az egész ilyen kripto API téma, akkor hogy fog kinézni, hát olyasmiket lehet itt olvasgatni, hogy tehát a jövőbeli CSP-k, a KSP-k, azok igazából már nem is kerülnek ilyen code review-ra a Microsoft által, és nem is fogja a Microsoft őket aláírni, hanem igazából tetszőleges fejlesztő majd kidobhat így a piacra mindenféle ilyen KSP-ket, amikben aztán ki tudja, hogy mik lesznek. Úgyhogy ez megint csak egy érdekes történet, tehát ha bárki bármilyen ilyen házi fejlesztésű kripto réteget akar használni, mondom, egy kritikus infrastruktúránál vagy elközigazgatási rendszernél, akkor hát valamilyen módon azért majd meg kell bizonyosodni arról, hogy ezek pontosan hogy is működnek. Itt megint csak az lehet érdekes, hogy az auditorok mit találnak, mit mondanak az ilyen rendszerekről. Jó, hát és talán a legérdekesebb témakör. Ugye itt hát azt ígértem, hogy valamilyen módon bele fogunk tudni látni ezekbe a kommunikációs csatornákba alacsony szinten. Egyébként kicsit már itt Balázs is a PayPass-os adásban már ezeket a rétegeket ugye érintette. Annak lenne, hogy tehát mi ugye sokáig lehetett, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de azért aki ilyen kártyákat használ, főleg így, hogy auditálva vannak, meg nem tudom mi, tehát így azért azt gyanítottuk, hogy ha már ez az egész CSP réteg ennyire le van védve, illetve most azt láttuk, hogy nincs annyira levédve, de a lényeg az, hogy elvileg ekkora feneket kerítenek neki. Tehát azt hittük, hogy az alattelevő csatornák, az alattelevő rétlegek, azok gyakorlatilag már védetten, mondjuk rejtjelezve küldik tovább ezeket az APD üzeneteket a kártyák felé. Nos, hát azt kell mondjam, hogy hát tévedtünk. Hát ez hogy derült ki? Itt emlegettem az előbb már egy WinSCAR DLL-nek nevezett modult, ami a Windows-nál rendszer mappában található. Ahogy mondtam, ez az a modul, amelyik azt dönti el, hogy ezek az APD-uk, ugye itt már össze vannak rakva a kész APD üzenetek, kártyaszintű byte üzenetek, tehát ezek hova menjenek tovább, tehát a lokálgépre vagy egy remote gépre. Na most ez a WinSCAR DLL, ez nem jó szó, hogy lecserélhető, inkább azt mondom, hogy elé be lehet állni, tehát közbe lehet ékelődni. Na most, ha be lehet ékelődni, akkor tudjuk monitorozni a forgalmat. Most talán ezzel még nem is lenne olyan nagy baj, de hát ugye így jöttünk rá arra, hogy itt semmilyen rejtjelezés nincsen ezekben az alsóbb rétegekben. Tehát mi a teendő, hogyha valaki ezt ki akarja próbálni? Először is le kell akkor gyártani egy olyan WinSCAR, egy áll WinSCAR DLL állományt, ami hát mint egy proxy, gyakorlatilag csak megkapja a CSP-től az üzeneteket, és tovább löki a kártya felé, viszont közben egy nagyon szép log állományt készít. Most ebben a log állományban, tehát akkor mi azt reméljük, azt reméltük, és ez igaz is volt, hogy megjelentek mind a kommunikációs átvott, volt különböző ilyen read, meg write, meg mindenféle parancsok, de ami nekünk ugye fontos, az, hogy a jelszó, hogy melyik üzenet bekerült elküldésre, az meglett, illetve hát maga a hash, tehát amit ugye tényleg beküld mondjuk egy aláírás létrehozás során, tehát az az üzenet is szépen naplózásra került. És hát innentől kezdve gyakorlatilag ezeket vissza lehet játszani, és akár egy lecserélt hash-sel más állományokhoz is aláírásokat lehet létrehozni. Na most, ja igen, még hogy miket kell tennünk, tehát, és ugye azon, hogy megvan nekünk az áll WinSCAR DLL-ünk,
nekünk azért ezt jó helyre le kell tenni. Hát, mint említettem, az eredeti az ott van a system mappában, tehát a rendszer mappában, de nem biztos, hogy ahhoz hozzáférünk. Viszont tudjuk a Microsoftos leírásokból, hogy mi a DLL betöltési precedencia. Még azt is tudjuk, hogyha vagy safe mód be van állítva, hogy még akkor is az elsődleges hely, ahol egy ilyen DLL-t, ha kell neki az alkalmazás, akkor a saját mappájából tölt be. Na most hát gondolkodtunk, mi lehet egy olyan alkalmazás, ami nyilván használja a chipkártyákat, hát például maga a kártya driver exe-je mondjuk. Úgyhogy nem kellett más tennünk, bementünk a Program Files mappába, beraktuk a kártya driver exe-je mellé a WinSCART DLL-t, az AL WinSCART DLL-t, és vártunk. Igen, tehát miket lehet itt tenni, hogy biztonságosabb legyen az egész? Hát most DLL betöltési sorrenden nyilván nem fogunk tudni változtatni. Tehát az egész ilyen, akár így, hogy is mondták, hogy DLL preloading attack, tehát ezt ilyen nével illetik. Tehát most egy ilyen ellen megint csak Microsoft meg teljes architektúrát át kell gondolnia. Valószínűleg ezt nem fogja így javítani. Viszont azt azért illene valamilyen módon megoldani, hogy ez a csatorna, ha már meg is figyeli, de legalább rejtélyezett legyen, és senki semmit ne tudjon kinyerni belőle, főleg nem egy PIN kódot, vagy jelszót. Na most, hát azt tudjuk, hogy azért vannak ilyen rendszerek, viszont az is igaz, hogy ezek az ilyen EID framework-ök, tehát amiket ilyen különböző országban ilyen EID kártyákat, ilyen nemzeti azonosító kártyákat használnak, most azoknál külön témakör az, hogy ez a réteg, ez valóban rejtjelzett legyen, sőt, ha valaki elolvassa, még volt egy régebbi anyag, amit itt az ITKTB honlapjáról talán még le is lehet tölteni, ott a HUNEI, tehát a majdani esetleges magyar ilyen EID kártyákra vonatkozó specifikációt tartalmazta, és abban is szerepelt ez külön fejezetként, hogy egy ilyen SSL jellegű valamilyen protokoll révén, de fölép legyen titkost a csatorna ebben a rétegben. Viszont azt látjuk, hogy most ilyen nincsen. Jó, hát mindjárt mutatok erről egy demót, viszont tekernénk még rajta egyet. Visszatérve erre a WinSCART DLL-re, ugye azt mondtuk, hogy tehát ő nem csak azt tudja, hogy a helyi géphez van csatlakoztatva egy kártya, és annak a kommunikációját tudja esetleg megfigyelni, hanem akár egy távoli gépet is tud így figyelni. Na, hát ez hogy történhet? Hát itt az a szinte Microsoft-tól származó ábra talán segít, ugyanis itt a távoli gép alatt hát végülis egy RDP session-t értünk, vagy érthetünk. Úgyhogy, és hát tovább is ugrok, mert akkor gyorsan elmondom, hogy mit kell tennünk. Azért hasonló az előbbiekben elmondottakhoz, tehát meg kell keresnünk egy ilyen sérülékeny Windows szervert, valahogy ugye be kell tudnunk lépni, a megfelelő helyre le kell tudnunk rakni egy ilyen AL WinSCART DLL-t, és aztán várnunk kell. Méghozzá várnunk kell arra, hogy valaki egy RDP session nyisson erre a megtámadott gépre, és hát belépve a gépre, magával hozza a otthoni GPS csatlakoztatott ilyen kriptográfiai eszközöket, például a chipkártyát a kártyaolvasóval. Ugye most valaki felidézi magában az RDP clientnek a bejelentkező felületét, ott valóban van arra lehetőség, ugye, hogy a resources fül alatt például merevlemezt, nyomtatót, illetve a chipkártyákat is be lehessen csatornázni egy RDP sessionbe. Nos, hát és itt akkor elkövetheti a hibát, ugyanis hogyha egy ilyen megtámadott gépre tehát becsatornázza ezt a chipkártyáját otthonról mondjuk egy rendszergazda, vagy mondjuk a főnök, és aztán használja is valami miatt. Tehát például mondjuk egy rendszergazdánál, hát mondjuk olyan feladatok például lehetnek, ez valós példa, hogy ugye naplóállományokat alá kell írni digitálisan. Ugye ez ma már egyre több helyen, például a banki szektorban ez viszonylag alapvető követelmény. Vagy a főnök egyszerűen alá akar írni néhány, mondjuk egy közigazgatási rendszer, mondjuk egy kiadmányozandó dokumentumokat, és hát így akar távolról dolgozni. Tehát ez is végig is valószerű példa lehet. A lényeg az, hogy itt már, ha ezeket végrehajtja, akkor a mi naplóállományunkban az egész kommunikáció kiírásra kerül. És hát ami veszélyes, hogy amíg él ez a session, amíg be vannak csatornázva ezek a otthoni géphez csatlakoztatott chipkártyák, kártyaolvasók,
Nos, addig ezt a kommunikációt, amit itt ledumpoltunk, azt vissza lehet játszani, akár úgy is, ismétlem, hogy lecseréljük benne a hash-eket, mintha egy másik dokumentumot írnánk alá, és szépen ez a másik dokumentumhoz egy a felhasználó tudta nélkül, mert az a fontos, hogy nem jelez ki neki semmit, tehát végre tudjuk hajtani ezt az egész kommunikációt, és ki tudjuk nyerni, tehát meg tudjuk szerezni ezt a digitális aláírást egy másik dokumentumhoz. Hát így igaz, és akkor mit tudunk megint csak javasolni az IT-biztonsági vezetőknek a különböző cégeknél? Hát vagy ne engedjük azt, hogy RDP-n keresztül valaki távolról bejelentkezik, vagy hát ha ez muszáj, akkor se csatornázzák be a chipkártyákat, ugye itt alul látszik az a legalsó checkbox. Hát vagy ha mégis valaki becsatornázza, hát akkor is tehát ne használja, tehát ne használja RDP-n keresztül ilyen chipkártyákat semmiféle műveletre, sőt, hát húzza is ki, az a legbiztosabb. Vagy ha ezeket sem tartja be az illető, akkor meg, hát akkor meg magára vessem. Tehát most nem tudok jobbat mondani. És akkor nézzük is meg, hogy pontosan ez mit is jelent, ezt hogy lehet mondjuk így megcsinálni. Hoztam egy kis rövid demót erről. No, tehát azt látjuk, hogy itt vagyunk a rendszer mappába, oda is be lehet rakni a DLL-t, illetve hát akár itt, hát itt most az asztalon van ez a PKCS1 Creator nevű kis segéd alkalmazás, ami elé szintén itt most leteztem. Tehát itt most nem a kártya driver mellé raktuk le a meghackelt DLL-t, hanem egy másik alkalmazás mellé. Na most itt látjuk a tanúsítványtárat, most az, hogy milyen tanúsítványok vannak, meg kitől származik, az mindegy, ez hitelt és szolgáltatótól független dolog. Most ezzel a kis minta alkalmazáson, tehát megadjuk a PIN kódokat, ugye ez a PIN kódkeres témakör, kiválasztjuk ugye az aláírandó tanúsítványt, le az aláíráshoz használandó tanúsítványt, pontosan annak a nyilvános részét, a háttérben a titkos kulcsot ugye használja a kártya. Na most itt látjuk, hogy ez a PKC és egy Creator Exe, ez valóban használta a mi kis áll WinSCART DLL állományunkat. Innentől kezdve azt reméljük, hogy ott a C gyökerében ott lesz egy logfájl, és valóban. Sőt, ezt a logfájlt már úgy alakítottuk, hogy egyből úgy dumpolja ki a forgalmat, hogy be tudjuk adni egy OpenSC-nek. Ugye az OpenSC, az Open Smart Card, ez nagyon jó kis eszköz. Egyet-egybe bevágom neki, és végrehajtatom a kommunikációt. Le is fut, itt egy kicsit megáll, itt van maga a kártyával való, a kulcsa való kódolás, és le is fut az egész. Na most csak gyorsan visszapörgetek. Mik a fontos üzenetek? Itt a 20-as, hexa 20-as érték jelzi azt, hogy itt került a jelszó átadás. A sok hexa 31 az az 1-1-1-1, 81-es a jelszó. A következő fontos üzenet, ahol a 2A, itt kerül maga a hash átadásra. Ugye itt a padding után itt van, hát itt két részletben adja, de itt van a hash. És hogy mi lett a hashből, tehát a kódolt lenyomat, az itt a C0-ával lekérdezhető a kártyáról. Hát ez ilyen egyszerű, kérem szépen. Jó, hát igazából akkor én legjobban be is fejeztem, tehát ennyi lett volna az eladás. Hát annyit tudok így összegzésül mondani, hogy hát az látszik, hogy a fejlesztők akár jó szándékok, akár rossz szándékok, de tényleg sok lehetőség van a kezükben. Éppen ezért hát elképzelhető, hogy megint csak így a kritikus infrastruktúrákra és elközigazgatási rendszerekre gondolva, szerintem itt meg fog növekedni annak a fontossága, hogy most ezen rendszerek, bármit is akarunk használni, azt valaki valamilyen módon auditálja, és arról valamiféle jelentéseket ad ki, amelyekben az egyszerű felhasználó is meg tud bízni. Köszönöm szépen a figyelmet!